Sziasztok! Hát ő bajuszka, lány létére, ilyen bajuszos, nem pont a legszebb cica, de nagyon, nagyon aranyos. Alapvetés az, hogyha jön egy beteg, egy sérült vagy kórosan sovány cica, akkor őt befogadjuk. Először is megszelidítem, utána meggyógyítom, utána ivartalanítom, és akkor utána etettem, meg van helye. És akkor aki marad, marad, aki meg visszahaza talál, annak örülök. De ilyen például bajuszka is, aki egyszer csak csontsoványan behozott a kapun három csontsovány pici cicát, és itt hagyta őket. És akkor a három pici cicát pártfogásba vettem, ő eltűnt teljesen, és egyszer csak megjelent újból pocakkal, és akkor hát ivartalanítva lett, azóta ilyen szerelmes belém. Nagyon fontos, hogy az állattartás felelősség. A kis állatok, akiket mi itt befogadunk, ők felelőtlen gazdinál születtek, ugye nem ivartalanítanak, nem etetik őket, nem kapnak védőoltásokat, és különböző rovarok ellen sem védik meg őket, mint a bolha, a kullancs, a tetvek. A legutolsó befogadottunk, a gyapi, majd megmutatom, a hosszú szőrű, nagyon betegen jött. 40-valahány kullancsot szedtem ki csak a fejéből. Úgyhogy arra kérek minden gazdit, hogy legyen felelős állattartó. Ilyenkor, amikor jönnek a kullancsok, akkor fogjunk egy ilyen kis szert, nyissuk szét itt a tarkóján a szőrt, és ide a bőrére ezt csöpögtessük szépen rá. Ez egy nagyon-nagyon fontos művelet. Muszáj elvégezni ahhoz, hogy békében legyünk. Ugye, bajusz? Most te itt ellennél rajtam egész nap, de hát nekem muszáj a kertet megművelnem. Muszáj egy picit dolgoznom. Nagyon különleges évünk van, nem győzzük hangsúlyozni. Hát szerintem bő egy hónapot van elkésve minden a tavalyi évhez képest. Úgyhogy évről évre tanít bennünket a természet, mi csak megpróbálunk ehhez egy picit alkalmazkodni és asszisztálni. Cukorborsót fogok vetni, ami egy egészen különleges fajta, giant sugar, nagyon édes és óriási nagy. Tehát a cukorborsó ugye nem a zöld borsó, a cukorborsó az, amelynek a zöld hüvelyét esszük. Nagyon finom, nagyon gyorsan kikel ez a fajta, nagyon nagyra nő, tehát kell támrendszert készíteni neki, egy hónap múlva lehet szüretelni. Ahhoz, hogy megvédjük a növényeinket a kártevőktől, már tavaly is többször hangsúlyoztam, különböző növénytársításokat és növénydoktorokat ültetünk melléjük, közvetlen melléjük, vagy felváltva a sorokat, vagy az ágyás szélére, ami távol tartja ezeket a kártevőket. Az egyik legjobb ilyen doktor növény ugye a sarkantyúka. Ez azért zseniális, mert ezek a doktor növények szinte egytől egyig nem csak kártevőt tartanak távol, hanem valamilyen más funkciójuk is van. Például a sarkantyúka az egy ehető növény, a levele és a virága is ehető, enyhén tormás, mustáros, retkes íze van mindkettőnek, de ugyanilyen például a körömvirág, és ilyen a bársonyvirág is, vagy büdöske, zseniálisak. És közben még a rovarok is szeretik őket. Egy héttel ezelőtt elültettem két sor cukorborsót, teljesen látszik a sora. Kíváncsi voltam, hogy valóban kikele egy hét alatt. Most elvetek ide két másik sort, és elkészítem hozzá a támrendszert is kétféleképpen. Először is érdemes ugye a talajfelületet elgerebjézni. Nekem itt tavaly madársaláta volt, tavaly, hát az idén is, mert egész télen tudtam szedni a madársalátát, amit nem szedtem ki, hanem beleforgattam a földbe. Itt vannak ezek a növények leásva, mert nem szerettem volna, ha kárba veszik, hanem zöld trágyaként majd szépen ott lebomlik, és újból tápanyag lesz belőle. És akkor utána a felületét szépen el kell egyengetni a területnek, de úgy, hogy nem szeretném ugye fölhozni, ezért nem egy nagy gerebjével csinálom, mert az akkor újból feltépi ezeket a leásott növényeket, hanem csak egy ilyen tökéletes kis szerszámmal. Azért is jó a pillangós virágúak, mint a borsó, a babfélék korai termesztése, mert tele húzzák a földet nitrogénnel, és nagyon jó tápanyagdús lesz utána a talaj. Nos, hogyha elegyengedtük a talajt,
akkor ki kell jelölni, hogy hova ültetünk. Itt lesz a támrendszer, itt lesz a másik sor. Az előző termés ad nekünk tápanyagot, még természetesen tettem bele az idei friss komposztomból, forgattam a talajba, és egy kis marhatrágyát is, tehát följavítottam előtte a talajt. Sorba vetem, 5-6 cm távolságba. Körülbelül 2 cm mélyre beteszek a talajba, és aztán lesz egy csomó ideig, mert ugye annyit terem, hogy egyszerre, amikor terem, nem tudjuk megenni, hanem még lefagyasztani is tudok belőle, tudunk enni belőle, majd meglátjuk hányszor. Tavalyi borsóból 6-szor vagy 8-szor ettünk, ez abszolút megéri, nem beszélve azt az élményt, hogy én termesztettem. Gyönyörűen kipityikéztem itt ezt a két sort, olyan, mint egy hímzés most. A konyhakert nem csak hasznos, hanem szép is tud lenni. Nagyon sok kertes háznál látom a gyönyörű parkosított udvart, és nagyon kevés helyen látok még mindig konyhakertet, mert persze az emberek szép környezetben szeretnének élni, de ugyanannyi, sőt több munka van egy gyönyörű virágos kerttel, mint egy konyhakerttel. Ezért ötvözni is lehet a kettőt, vagyis nyugodtan lehet dísz konyhakertünk, tele virágokkal, csak hát növénydoktor virágokkal. És egyszerűen egy éke lesz a kertnek, maga a konyhakert is. Közben tudunk belőle fogyasztani is, gyönyörködni is benne, úgyhogy egy kész haszon az egész. Na, benn vannak a magok 2 cm mélyen, ráhúzom a földet, és tömörítem. Egyébként nem csak a cicák miatt fontos az, hogy ilyenkor hálóval befedjük a vetést, hanem a madarak miatt is nagyon fontos, hiszen itt rengeteg madár van, hála az égnek. Másrészt olyan özönszerű esők vannak, hogy simán kiveri a földből a magokat, az eső is. Harmadrészt, meg hát most az idén már tényleg senki nem tudja, hogy mikor jön egy újabb fagy. És ez egy picit védi a hőmérséklet ingadozástól is. Tetejébe ugye most május van, tehát ha nem jön fagy, jöhet akár egy 30 fokos meleg is. Tehát én azt ajánlom mindenkinek, hogyha most már idáig eljutottunk idén, hogy végre tudunk veteményezni, és talán lesz is belőle valami, mert talán kezd melegedni a talaj, akkor most már az égetéstől, az ultraviola sugárzástól védjük meg a pici gyenge növényt. Jöjjön a támrendszer! Szerencsére ma már olyan nagyon nem bonyolult dolog. Lehet kapni ilyen hálót, ennek csak a karóit letűzzük, néhány szöget verünk a karóba, amire rögzítjük ezt a hálót, és erre tökéletesen föl fog futni. Azért nem nyitom szét, mert ez összekeveredik, ki nem bogozzuk többet, úgyhogy előbb jöjjenek a karók. Az nagyon fontos, hogy legyenek benne szögek, ugye, ami majd amikor már súlya van a növénynek, akkor azok tartsák meg a hálót. Benn vannak a szögek, és akkor arra figyeljünk, hogy elég mélyre rakjuk, mert azért a súlyt meg kell tartania. Ide kirakom ezt a hálót, a túloldalra pedig nem hálót teszek, hanem megmutatom, ha nincs háló, akkor házi madzaggal lehet egy kis makramét készíteni, amire föl tud kapaszkodni a futós zöldség. Lefedem utána a sorokat fátyolfóliával, mindazok miatt, amit elmondtam, és jól belocsolom, bár úgyis esni fog az eső, de ilyenkor muszáj belocsolni, hogy ki tudjanak pattanni a magok. És arra mindig figyeljenek, azt még kifelejtettem onnan, hogy szép egy konyhakert, hogy ne csak így a talajfelszínen termesszenek zöldséget, hanem ez helytakarékosság és látvány szempontjából is kiváló, hogy mindig magasra is futtatunk az ágyások között egy-két zöldséget, hogy
minél változatosabb, minél szebb legyen. Tehát mindig játszunk ezekkel a szintekkel, magasságokkal, a színekkel, a különböző növénytársításokkal. Tulajdonképpen kertészkedni az egy nagy játék. Ezúttal egy fantasztikus risotto receptet mutatok, mégpedig spenótos risotto recept következik. Nagyon fontos hozzá egy jó vaj, egy nagyon jó kerekszemű risotto rizs, valamilyen alaplé és 1-2 deciliter fehérbor. Ezek nélkül nem lehet jó risottót készíteni. Akkor jöjjön mindenképpen egy kis vaj. Tulajdonképpen a risottóban nem is kis vaj kell, hanem sok finom vajtól lesz igazán jó a risotto. Körülbelül egy 6-8 dekagram vajjal kezdek, de ez nem lesz elég. Közben is még kell majd belerakni. És ahhoz, hogy ne égjen meg itt az elején a vaj, ezért egy pici olívaolajat adunk hozzá, ami megakadályozza azt, hogy megégjen. Míg ez felolvad, addig összevágom a fokhagymát. Jöhet bele a fokhagyma. Kiolvadjon a zsíradékban a sok finom illóolaj. Fejenként 2,5-3 ilyen marékrist szoktam beletenni, és akkor bőségesen van, nem kell izgulni, hogy nem lesz elég. És egy picit átforgatjuk a forró zsíradékon. Ez egy nagyon gyors, nagyon-nagyon finom ebéd vagy vacsora, maximum fél óra alatt elkészül, és millió variációja van. Gyönyörűen fehérednek a szemek, hogy akkor ez kész is, és amikor így hőkezeltük a rizst, akkor jön a fehérbor így forrón. Jól átforgatjuk, és ki is párologtatjuk, forraljuk az összes alkoholt belőle. Nekünk csak az illatára, a savra van szükségünk. El is párolgott az összes bor, már most bedagadtak a szemek. És jöhet az alaplé. Nagyon fontos, hogy alapléből mindig csak annyit adjunk hozzá, hogy még sűrű maradjon. Ne egyszerre öntsük hozzá az összes lét, mert akkor lesz jó krémes a risottónk, ha mindig csak annyi lével pótoljuk, hogy épp hogy ne égjen le, hogy tudjon főni. Ilyenkor most megsózzuk, majd teszünk bele reszelt parmezánt is, ami sós, úgyhogy vigyázzunk ilyenkor még a sózással. Picit vissza lehet venni a hőt, és már látszik a szaftján, hogy krémesedik. Amíg ez itt fő, addig reszelek egy kis parmezánt. Nagyon kell figyelnünk, mert ugye ugyanúgy van a risotto is, mint az olasz tészták, hogy al dente jó, vagyis hogyha még nem teljesen lágy. Tehát legbelül egy nagyon pici roppanóság kell, szinte észrevétlen, de az azért fontos, mert ha túlfőzzük, akkor egy ragacs lesz, így pedig zseniális, krémes szaft lesz körülötte, de a rizsszemek még nagyon jól egészben lesznek. Parmezánt majd a tetejére is hagyunk, vagy reszelünk, de bele is kell keverni egy 5 dekányit egy ilyen adagba. Közben gyorsan felszelettelem a petrezselymet is, nyugodtan mehet bele a szára is apróra vágva. Ez csak amikor már készen van, a végén fogom. Vagy a tetejét megszórjuk, vagy épp hogy belekeverjük, és már tesszük is az asztalra az ételt. Pótoljuk a lét, mint felszívott a rizs.
Már látszik, hogy milyen gyönyörű szaftja van, szép, sűrű, ragadós. Azért most már mindenütt lehet kapni külön risotto rizst. Teljesen más rizs kell a risottónak, mint a többi rizs. Egyébként csak halkan mondom, hogy a tejberizs is risotto rizsből a legfinomabb. Még egy pici zöldhagyma szárát is aprítok, hogy a tetejére szórjuk, a petrezselymen kívül. Zseniális ez a biós fenót, mert az ember nyugodtan eszi, nincs vegyszer rajta. Tehát nagyon jó minőségű kell, hogy legyen a vaj, a rizs, a sajt, és hát ne legyen mérgekkel teli a zöldség, ami belekerül. Most pont olyan a rizs, hogy kívül már finom, puha, és a legközebben egy kicsit még rágós. Most van kész, úgyhogy jöhet bele még egy kis vaj, ami be fogja krémesíteni még jobban. Hideg vaj, nagyon fontos. Teljesen leveszem a hőmérsékletet. Jön bele tisztára mosott biós fenót. Ez a hő ennek pont elég lesz. Gyönyörűen épp, hogy megrogyott a fenót. Most jöhet rá a reszelt parmezán, és tulajdonképpen kész is vagyok. Tálaláshoz még reszelek egy kis parmezánt, megszórom a petrezselyemmel, de az új hagymával már csak tálaláskor. És most azonnal asztalhoz ülni, mert így jó. Nincs hosszú leve, de ilyen gyönyörű krémes.